A Kalocsai Család és Karrier Pont szakmai programjához kapcsolódóan a jó gyakorlatok megismertetése céljából szervezte meg a pénteki kerekasztal beszélgetést. A résztvevők kérdezhettek, véleményt és tapasztalatot cserélhettek a munkáltatói szemszögből megfogalmazott igényekről, a munkavállalók igényeiről, valamint az atipikus foglalkoztatási lehetőségekről, amelyek áthidalhatják a jelenlegi foglalkoztatási hiányosságokat. Folyamatos munkarendben működik a gyár, 154 fő, akit foglalkoztatunk. Természetesen nem mindenki folyamatos munkarendben dolgozik ezen kollégák közül. Durván a gyári létszám 80%-a férfi és 20%-a nő. Ez adódik egyébként a technológiából is, meg adódik a tevékenység fajtájából is. Ugyanis, mint kiderült, a fogtői üzemben a munkakörök jelentős része fizikai beavatkozást igényel, így ezekbe a pozíciókban jellemzően nők nem is jelentkeznek. A vállalat célja, hogy az egyes fázisok képesítését fejleszték a jövőben, hogy a feladatokat ne csak és kizárólag férfiak tudják ellátni. A gyárnak arra kell törekedni, és arra is törekszik, hogy belátható távolságon belül tudja megoldani a munkaerő utánpótlást. Ebből a szempontból azt mondom, hogy itt megint nagyon fontos dolog lesz, ha csak a paks el nem szív mindent, de majd ezt meglátjuk. Tehát a lényeg az, hogy ez fókusz, és ebből nagyon komolyan kell foglalkoznunk. A beszélgetést követően a vendégek betekintést kaptak a gyárban zajló munkafolyamatokba és az üzem működésébe. A program után dr. Bálint József elmondta, hogy bár nem kalocsai székhelyű a cég, eddig is kiváló kapcsolatot ápolt városunkkal, és a jövőben még szorosabbra szeretnék fűzni ezt az együttműködést. A legpozitívabb dolgot ki tudom emelni, hogy a vasúti sorompónak az elkészítése, átadása, amelyben oroszlán részt vállalt a Glencore. Egyharmad részét fizette a beruházási költségeknek, ugye ezt ki is emelte akkor a vezérigazgató úr, hogy mit jelent az ő számukra is, kapcsolatokat a városra, illetve a dolgozóik, és maga ugye a város lakóinak a biztonsági érzete is, és ezen a téren, illetve más téren is együtt kívánunk működni, hogy eddig is együtt működtünk, és ezért vetettem azt föl, hogy kössön a város és a cég egy együttműködési megállapodást, hiszen akkor ezeket az egyedi együttműködéseket rendszeressé tudnánk tenni.